Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, visszatértünk egy... Én pedig Kaci! A Légy Résen második epizódjával, amit ez a fantasztikus ember hozott el nekünk, és nagyon köszönöm, mert tetszik. Tetszik? Nagyon tetszik! Vagy! Köszönöm! Ezt nem hallottam. Embertől. Szerintem Viki a dolog. Ja, most kezdhetek én? Kezdhet. És sose kezdhetek? Kezdődik a játék. Kezdődik a játék. Jó, húzzom. Úgy húz máskor, hogy ne lássam, hogy szépet volna, most pirosra változik minden. Akkor most szeded a Kaci a dolog. Nem már öreg, azért ennyire nem drámai. Várom a fie. 10 perc. A dolog. Az asztal alatt van a dolog. Elkapott az asztal. Nem csak így a lábujjamat, hanem telébe a talpam közepébe így beleállt valami. A hegyes! Ebből gifet szeretnék! A kölyök kutya! Esküszöm, hogy beszartam, de tényleg! Ah, érzem. De hát nincs is büdös. Más is jött ki belőled, de... Na, akkor játszom a lapot. Bocsánat! Semmi gond, de... Attila, ez még így is jobb, mint amikor Ási ült itt mellettem. Eli! Vagyis, hogy Joel! Na jó, kijátszom a analízis, és megnézem Kacinak a lapjait. Na, kezdődik rögtön. Kaci a dolog? Hú! Nem. Ha! Akkor Attila a dolog. Kaci nem lehet a dolog, mert nem lenne indokod nem megmondani. Mi? Jöhetek? Aha. Egy lapot szeretnék csak így eldobni. Fertőzöttet húzott. Itt most fel. Vagy tudom, hogy az Attila a dolog. Mi van? De nem lenne... De hogy tudsz, hogy jaj, mekkora színészkedés megy már most. Úristen. Még sorra se kerültél, de már 3000 karaktert böfögtél bele az éterbe. Emlékszel, amikor... Nem tudsz semmit! Az előbb úgy állt ennek a játéknak, hogy ki fogom játszani a viszkit. És akkor minden kiderült. És aztán nem játszottad ki, és azonnal kiderült. Ez egy olyan játék, ahol nem jó... Nagyon durván az egyik oldal szekerét tolni, mert ha átkerülsz a másik oldalra, akkor meg veszett helyzetbe leszel. Így állunk hozzá egyébként a globális felmelegedéshez. Nagyjából jó, ez jó allegória, köszönöm. Ugye itt nem beszélünk komoly dolgokról, ne haragudj. Ja. Cseréljünk, Gergő. Velem? Hát, mert te vagy a következő. Tudom. Aj, hát most karakterben vagyok, érted? Jó, bocs. Ja. És ez melyik? Vagy várj. Dolog helyett, Dami. Szeretnék veled cserélni. Jó, akkor most action window, és adok egy ilyet. Most az elején rögtön? Nem, de hogy is, ez könnyű lett volna. Ennyire én sem vagyok impulzív. Úristen, én már semmit nem tudok vége. De vagy a dolog? Én csak arra tudok gondolni, hogy felkészült egyik, persze, a kutya megint beharap a lábamba. Húzok? De most ott van, húzol! És harapdálja a játékot, ja, és jó, nyugi. Okay. Jó. Vagy szólok, ha megint. Ha eltűnik. Igen. És akkor, hát... Majd megnézem a pulzuszámláló trekket. Gyanakvó vagyok, úgyhogy szeretném az egyik kártyádat megnézni. És... Ő a dolog. Jaj. Nem. Azért, mert te vagy? Nem. Azért, mert kapcsolat. De az előbb azt mondtad, persze. Most melyik az igazság? Nem. Hát, na, ezt kérdezd meg bárkitől. És akkor most az discard. És akkor már csak annyi a dolgunk, hogy cseréljünk, ugye? Aha. Damn, son! Amíg élek, nem tudom megcsinálni ezt még egyszer. Cserélünk? Szeretnék veled cserélni lapot. Ez nekünk megy minden körben. Nekünk ez megy. A brománcunk alapja. Ez a legszarabb. Fertőzés. Gyarapó brománc. Adatta, visszaadta. Annyira szeretnék kipróbálni valamit, de lehet, hogy tönkre kúri az egész játékot. Mert csináld. Mert várj. Eddig minden körben sikerült valahogy tönkre kúrni. Nem. Na. Gergő. Jó. Nem tenged. Oké. Ő nem.
mert megnézte Kacinak alapját. És azt mondta, hogy Kaci nem az. A legelső körben, szóval is a legelső, hazudni. A legelső körben. Megnézte, és azt várjál, mondta, hogy Kaci... Várjál, ha te most végül nem lábszórózol, akkor igazából csak magadról eltereled a szót. Figyelj, tudod, miért felesleges, amit mondasz? Mert lehet, hogy egyikünk sem adom. Igen, benne lehet a pakliba simán. Ja. De nice try. A pakli legalján van, és addig mindenki... Jó, akkor eldobok egy kártyát, és aztán cserélj. Szerintem Dave egyébként a dolog, és ez egy színjáték volt. Hm. Lehetséges, nem? Hát, Jászai Maridiat nem érdemel, de... Ezt légy, passzoljátok tovább. Hát azért, mert Jászai Márta vagyok. Pánik! Azt a kurva! Na, azt a mennyi. 1, 2, 3 Jézusom, öregem, mi van itt lent? Ja, bocs, nem szóltam. Egy kölyök kutya. 1, 2, 3 a dolog érted jön, már látom. Aj, aki ezt fordította, az miért? Miért? Ilyenek vannak a kártyán, flavor text, érted? Így hívják, hogy flavor text. Text. És ilyenek vannak rajta, hogy... el kell tűnnöm innen, nem biztonságos, és úgy érzem, mindjárt valami szörnyűség történik. Jaj, Alexandra, vigyél innen el. Cserélj helyett a tőled balra vagy jobbra a harmadik helyen ülő játékossal, te döntöd el melyikkel. Vagy vele? Kacival cserélek helyet. Te semmilyen oldalról, tehát sehonnan nem vagy háromra, vagy Viktoriától. De ja, nem. Ja, igen. Én is ezzel voltam. Pusztán azért cseréltem Kacival helyet, hogyha ő a dolog, akkor ne fertőzzünk. És akkor megfertőzze inkább engem. Nice! Köszi. Very nice. De nem tudom. Nem, amit elkezdtem az az volt, hogy én, ugye zöldben, Attila... Zöldben, kérem. Attila. Neked ott a gomba. Plusz egy élet. Várj, véget ér a köröm? Nem. Nem írja, hogy véget ér a köröm. Akkor cserélsz még a Gergővel. Nem, meg fogod fertőzni a Gergőt. Csak nem itt rögtön az elején. Esküszöm, hogy Gergő, biztos. Hangember vagy, hát ennyire be lehetsz te is, simán akkor ki kellett volna játszanod. Ja. Öregem, ja, semmi cserélünk. Volna. Szeretnél egyet cserélni? Szeretnék cserélni. Jöhetek? Jöjjön véget nem, a különben. Nem, nem, jövök a kacián, mert bele cserélni. Igen, mert ő cserél. Ha-ha! Dobjál 3 kártyát a kezedből, és húz 3 új rejtékkártyát, eldobva minden eközben húzott pánik kártyát. Hogy tudjuk ebben a körben Dévet megölni? Segíthetek? 3-at ugye? Kérlek, kiket kell megölni. 1, 2, 3 Basszus, már megint pánikok jönnek. Amúgy jobb lenne, ha nem látnánk, hogy mi van a pánik alatt, nem? I'm panicking! Mármint, hogy a pánik alatt is pánik van, vagy mit tudom én. És ezt hogy szeretnéd kivitelezni? Hát mondjuk úgy, hogy így hagyjuk, és nem dobjuk szét, hogy látszódj, hogy a következő 3 mint pánik. Ez volt az enyém? Igen. Jó. Ja, mert hogy akkor, akkor ez gyakorlatilag felesleges, igen. Vagy hát ilyen cserélő minőség a pronto plusz stratégia? Ja. Mm. Nagyon nem bízom benned! De mi? Bennem? Igen. Jó, hát akkor ne bízom. Én egyébként én sem bízok benned, abszolút kölcsön. Na, nagyon lássuk be ezt, nem a játék miatt. Oké, okay, te figyelj ezzel most itt nem. A páros. Helyet most... kell cserélni párosan. Akkor én a Vikivel, és Gergő a Dévvel. Ja. Én nem értem ezt a páros dolgot, mindig csak azt teszem, amit mondok nekem. Mert aki épp ezt kijátsza, az cserél a következővel, szóval a harmadik, a negyedik, kezdő, az ötödik meg husson. Bárcsak. És te jössz. Na! Várj, most véget ér a köröm? Nem, utána meg cserélünk. Ó, sokkal jobb oldalt ülni. És így végignézni. Mert nem látod a többiek lapjait? Akkor én jövök. Aha. Ugye? Húzok egy lapot, amit pánik. Cserélj helyett egy játékossal, te döntöd el, hogy kivel, aki nincs karanténban. Ne velem. Akkor veled szeretnék. De, Viki, megölöm. Miért ne? Mert megölöm. De, fullka, de látjátok, hogy csinálom előtt? Fullka muzik, esküszöm, megölöm. Így az ujja köré csavar minket, az előbb is megölhető nem, volna. Nem, ne, Viki, ne! Ne, Viki! Nekem is van lábszúrom, én is tudom ölni. És megölöd? Megölöm. De nem tudod megölni, mert nem te jössz, meg fog fertőzni.
Nem. De én fogok előbb jönni, mint ő. Igen. Igen, de attól még... De átlátszó, amit csinálsz. Te fogsz jönni. Miért nem szóltak közben, hogy az én full átlátszóan... Jó, nagyon szeretném, hogyha ezt visszatekernénk majd. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy igazam van-e. Annyit az én imanom. Ezek után biztos, hogy nem. Ugye, de egyébként ne, bocsánat, hát tessék. Okay. Ahogy somolyol! Akkor most cseréltél? Most cseréltek még, nem? Mi volt a lapon? Ja, várj, nem tudom. Szűcs. Ne, cseréltek. Én most vele cserélek? Aha. Ó. Oh. Na, ez maradt ki a számításban. Ezt mondtam. Basszus, ne ezt mondtam! De ezt mondtam! Ne ezt mondtam! Kár, hogy nem videóra rögzítjük, nem? A volt életbe. Idióta. De nincsen nála. Nincs nála fertőzött, ugye? Csak nincs. A dolog. Hát, akkor odaadta volna nekem. De... Igaz. Igaz. Jó. Csináljuk így is. Adj már egy lapot! Odaadtad neki a viszkit? Nem, a viszki. Ilyen megvált cseréltem. Csak egy viszki van? Aha, az a lockdown, ami rajtam vagy, és egyébként a többiek meg... Igen, ez a baj, hogy mostantól igazából majdnem minden semmi történik. Én jövök? Aha. Nem az ilyen, az ilyen. És azt ő most komolyan megúszta, tehát hogy megbélyegzett engem. Körbe-körbe minden játékos egyszerre köteles egy kártyát átadni a játék aktuális irányában a következő játékosnak, figyelmen kívül hagyva minden lezárt ajtó és karanténkártyát. Egy, kettő, három, bazd meg. Te vele fogsz cserélni. A nézők nem látták az elég, nem? Te vele utána, de utána. Ja, igen, igen, igen. Jó. És? Én jövök. Várj, a véget ért a köröm? Ja, még. Miért adta volna ezt a lapot? Köröm véget ért. Ki? Te. Attila. Mi, én? Azt jelenti, hogy ennél vagy jobb lapjaid vannak. Igen. Figyelj, most kapni fogsz egy elég jót. Na, akkor a... Istenem. Hát akkor a majom vagy, öregem, akkor a dolog majom vagy, hogy ez már hihetetlen. Igen, hát nem tudok erről lecúpolni. Lerakom ezt, amivel az elszántat, amivel kiúsztatok három lapot, és aztán még ilyet kijátszatok. És akkor kijátszom a gyanakót. És megnézem a Gergőek egyik lapját. Ez nem a szomszédra van? Igen. De, akkor a Dave-nek. Na, köszönöm, végre. Na, nem tudom, hogy igen. Ja. Na? Megnézte azt, amit ideadott. Oké, okay, cserélünk a Wikivel. Kacsi, ugye nem te vagy? Ezt miért adnád nekem? Hát azt mondod, hogy lefogadod. Na értem. De mondtam, hogy van nálam. Akkor ő a dolog. Egy lábszórót adott nekem. Nem, mert én adtam tovább. Miért? Nem tudom. Ő adta, hogy adjam tovább a Wikinek. Hát mert ez mondtam, akkor hogy nekem Dév a dolog. Múltkor is hazudtál a lábszóróról. Dév a dolog egyébként, ez még jó. Szerintem ez gyanús. Hogy Kaci hazudott a lábszóróról? Semmi én jövök? Na, húzza. Abba. Figyúztok, most az erre. Van, hogy valamelyikőjüket meg tudnám ölni. De egyikőjükben sem vagyok biztos. Engem? Nektek kettőtöknek kell most engem meggyőzni, hogy valamelyikőjüket megöljem. Nekem egyre gyorsabb, hogy a Dávid az. De melyikőnket? Engem? Valamelyikőtöket. Annak a matematikai esélye, hogy Attila megint kihúzza azért viszonylag alacsony, szerintem Dave. Jó, várjál, én gyanúsított vagyok, és azért az én szavam nem számít. Igen. Na, de az meg egy hiba, mert... De én tisztelőben az első körben megmondtam, hogy ő nem a dolog. Nekem Dávid is egyre gyanúsabb. Csak a Dávid hisztizik itt a játék eleje óta, hogy valakire átterelje. És lehet, hogy azóta mindenki... Hát a Kaci 100%-ig tiszta, vele beszél. A Gergő eddig egyetlen egy lapot adott tovább ebben a játékban, és azt nekem. Nem, kettőt nem előbb is adott tovább. Ja, nem arra nem tehetek, hogy te táncoltatsz mindenkit jobbra-balra. Neked fertőzöttet adott volna, akkor onnantól kezdve vele lennél, tehát akkor nem lenne értelme a viselkedésed. De lehet, hogy úgy sem, mint hogyha nem lenne vele lenne, és közben végig vele van. De mindig, a lehet, hogy ez egy double bluff. Én azt mondom, hogy öld meg Gergőt, és aztán meglátjuk. De olcsó, úristen, hihetetlen.
Ennél azért okosabb lánynak tűnt. Ó, a legalja vagy! Akkor most kettőnk közé egy lezárt ajtót tenni. Hála Istennek! Oké. Okay. És akkor... Akkor ti nem cseréltek vége? Nem. Akkor vége a körnek? Szerintem igen. Jó, oké. Okay. És akkor végre muszatok. Ezért adtam oda a rákszorómat. Nem, de ő átlát ezen a dolgon. Dave. Lángszórót... Nem, igazából nem látja át. Lángszórót csak az küld, aki egyrészt biztos benne, és 100%-ig nem lehetsz benne biztos. Másrészt az, aki a dolog, és de az nem a dolog, az szerintem egyébként cseréltek attól, hogy lezárt ajtón köztetek. Csak akciót nem hajthatok. Tedd ezt a kártyát magad és egy szomszédos játékos közé, nem hajthatók végre cselekvések közted és az ajtó túloldalán lévő játékosok között. Hát valószínűleg a csere is cselekvés. Nem, mert az, mert a cselekvés kártyák, azok... Ja, a csere akciót azt végrehajthatod ezek szerint. Nem hajthat végre, nem tudom, gyanakvót, meg kutyafülét, de effektíve szerintem azért megcsináltad azt, hogy felajánlod, hogy lapot cseréltek. És mondhatom, hogy nem. Nem mondhatod. De van egy ilyen oldal, hogy lezárt ajtók. Igen, igen, de azt mondom, hogy a lezárt ajtóknál azt írják, hol van, pont olvastam, hogy kijátszottad ezt a kártyát az asztalon magad és egy szomszédos játékos közé, ezután ti ketten nem hajthattok végre olyan cselekedeteket, amelyek egymásra céloznak. Kártyák kijátszása, kártyacsere, nincs csere. Akkor jól mondta. Jó, akkor teljes. És hogyha én költözök, ezt viszem magammal? Nem, az ajtó az ott marad. Tehát, hogy, aha. Jó, akkor húztam. Dave Cavell, rám toltad a parát. Mivel kapcsolatban? Hát, hogy ennyire senki, épp hogy csak van valamennyi figyelem rajtad, de amúgy... Na mindegy. Nem tetszik. Akkor most... Mi a fasz? Te mit szövetkeztek? Szövetkezünk. Megbeszéltük, hogy milyen csecse a bólója. Igen. Kézzel hímzett. Nem kézzel. Legyen az. Tájban egy kis gyereket kézzel nevezték. Na mit csinálsz? Téged karanténba raklak. Nem hajthatsz. Jaj, ez a... most rájuk ezt beszéltük át. Istenem. Aj. Most akkor meg ezért valami izgalma. Miért engem karanténba? Mert hát te is gyanús vagy. Mert akkor a délvet? Nem értem. De mert csak szomszédot lehet. Akkor lehet, hogy ő a dolog. Ja, várjál. Úristen, mi van még mindig, ha senki se a dolog? Nem nézhetem. Most már Ki lehet két kártyát játsz? Nem lehet kijátszani két kártyát. De ez az utolsó kártya a dolog. Igen, lehet, hogy az. Tehát utána, a kaci után egész biztos, hogy... Jó, akkor futok, és Attilába helyet cserélünk. Ja. Az lehet, nem? Azt te mi a fasz keresel itt? Ne menjél innen el! Beülök középre, buliban. Úristen, nem tudom! Nem tudom! Hát így tudok karantén csinálni. Lehet végig a wiki az, aztán itt szenved, nem? Mennyire nem tudok hazudni az és akkor szeretnék veled cserélni. Ó! Oh. Ó. Oh. És akkor szeretnék veled cserélni, tehát a language is important. Hát ezt kértétek, hogy mindig jelentsük be, mert ha ő meg akarja akadályozni, akkor így megteheti. De nem, a veledem volt a hangsúly. Attila. Nem. Szerintem az ott egy fertőzött. Hála égnek, nem, mert még mindig te vagy. De csak ennyi, a lezárt ajtók kinyílnak, ennyi. Akkor ezt oda berakod a dolgokat. Végre! Végre! Egyébként a lent lezárt ajtó, a bizalmatlanságnak a növelése ezzel a plusz szabályal abszolút most mi cserélünk, nem? Tehát, hogy rosszabb lett a helyzet. Mert még mindig lehet. Mi cserélünk. Az a dolog. Tehát most az, ahogy a kaci húz... Bocsánat, egy dolgot elmondhatok? Biztos, hogy valaki dolog. Nektek kettőtöknek. Ugye én azt mondtam, hogy ő itt a dolog. Igen. Ez a játék eleje volt a dolog. Valószínűleg a reakciójából ítélve megfertőzte Vikit. Vikinél van kettő lángszóró. És lehet mindenkit megörök a körben. Nem, csak téged. Téged.
Igen, de ez még mindig annak az elméletnek a része, amit azért gyártasz le, mert szerintünk eltereled magadról a figyelmet. Én biztos vagyok. Most már biztos vagy. Igen, most, hogy megfertőzött, most már biztos vagy. A játék elejé óta egy dologra teszel fel mindent, hogy én vagyok a... Én nem tudom arra adni a lángszórót. Úgyhogy nekem arra kell, akkor neked adom a lángszórót, te továbbadod a kacinak, csak arra kell figyelnünk, hogy addig ne legyen helycsre. Jó. Úristen, tudom, hogy miért csinálod. Tehát, hogy az előző játékban nevetségesen nagy szerencsénk volt, hogy akik, sőt az előző két játékban mind a kétszer Attilát meggyomsítottuk, és tényleg bejött. És akkor ennyire easy, hogy akkor tolod megint? Úristen, mennyire nem bírod eljátszani rendesen. Az a baj, hogy ő de még nem úristen. Volt dolog, és nagyon próbálkozik. Eldobok egy lapot. Hát ugye belepirul. Hogy hogyan kell dolgozni. És Dávid, cserélünk. Helyet? Nem. Ja? Lapot. Jó, Én húzok... Várjál, ha téged megfertőzök. Tuti. De, tuti. Mi van, szerintem ha... Jó, az nem lehet. Na, várjál. Most már valaki biztos igen, a dolog. Igen. Ti a Dávid az. Hogy lehet-e olyan, Attila, hogy lapot bőrbe... Megesküszöm, Dávid! Ja, Istenem! Nagyon jó! Megesküszöm! Milyen lapot bőrnök? Hogy lehet-e olyan, hogy elégettünk lentről, de olyan nem biztos, hogy látnunk kellett azt a lapot. Nem biztos, hogy bárki biztos, mert nem bőrnök. Autodiszkár, csak a... Hát igen, csak a pánik van. Olyan lehet egyébként, hogy például a... mint Attila kijátszott, hogy felhúz három lapot és egyet kijátszik belőle, és abban van a dolog, és mi a szar vagy, geci? Annyira szar vagy, Joel! Annyira szar vagy! Hát és csodálatos! Ez az először egy ilyen gut feeling-gel kezdődött, és aztán utána teljesen gut minden. Ember, bele vagy pirulva a témbe, hogy te vagy a dolog, és nem tudod átmatricázni ezt a dolgot másra. Ezzel bele vagy pirulva a dolog, hogy ahhoz először zavarba kell jönnöm. Nem kell feltétlenül, lehet, hogy csak a lámpák miatt csinálod. Na, ki jön? Dávid jön. Én jövök. Én. Az vagy veled cserélni fog, mi van megfelelni. Oh, te hülye te. Wow! Baszki. Wow. Látod? Ez azért... És még miattam aggódtál, hogy én milyen arc vagyok. Évek óta játszunk együtt, olyan dolgokat mondtunk már egymásnak, és raktunk ki az internetet. És mégis most sikerült átlépni egy határ. És ez volt az... Nem, azért, mert azt gondolod, hogy tök ízi, hogy már megint én vagyok az, aki elbaszta a játékot. Nem basztad el, nem, megfertőződtél, és nem ölted meg, amikor megölhetted volna. Azért, mert volt annyi esze bazd meg, hogy tudja, hátra arc. Az a baj, hogy tökre szopás, ha úgy ölöm meg, hogy nem ő az. Meg velem. Mert akkor azonnal én is gyanúba keveredek, hogy miért öltem meg. Miért keveredni egy olyan? De a dolog nem tudnám szórózni. Mert hogyha ő lenne a dolog... De cseréltetek? Akkor engem már megfertőzött volna. Cseréltetek, Kaci? Tudod... És nem kell nektek? De. Kicserélj, kivel? Helyett megfordult a kör, és akkor sikert tudsz valami lehet adni, amivel blokkolhatok cserét? Istenem, néznek ezt a... Most nem tudom, hogy megkönnyebbültél, vagy még mindig kamuzol. Én egy kicsit azon aggódom egyébként, hogy mi van, hogyha valójában kaci a dolog, és így szépen súgyan. Nem a dolog, első körben megnéztem. De az az első körben volt, az ott a hányszor felhúzhatta? Yeah. Azt mondja, hogy cserélj ki egy kártyát a kezedből a húzópoki tetején lévő kártyára, eldobva az esetleg húzott pánik kártyákat a köröd. Most végig stírolni fogsz, ez lesz. De, és az... Nem, én most egyre jobban azon gondolkodom, hogy mi van, hogyha a kaci azért kussol egész végig. Hogy hagyja, hogy mi gyanúsítja. De néha kiad ilyen hangokat is. És ez az arra célhoz. Nem, azért mondom, mert a kaci nem szokott ennyire csöndbe lenni játék közben. Nagyon ügyesen nézted a videót, szép munka. Hamarosan újra találkozom. Nézzétek csak, csúcs szuper partnerek. Ők pedig itt a csodálatos patreonjaink, akik miatt működik ez az egész.